A legkisebbek a Csemete játszóházban töltik a délelőtöt, az iskoláskorú gyermekek pedig az imateremben és a templomkertben bibliai történeteket dolgoznak fel, énekeket tanulnak, délután pedig kézműves foglalkozásokon vesznek részt. Azt hiszem, most vagyok, hogy ötödször vagy hatodször. Igen, ötödször. És igazából eleinte úgy a barátaimmal jöttem, meg minden. Hát most is a barátaimmal, de most már ez olyan szokássá vált, hogy minden évben eljövök ide. Én nekem a csapat és azok az előadások azok nagyon jók, azért mert sokat megtanulunk. Vajdaság több részéről és a magyarországi kisújszállásról érkezett gyermekekkel foglalkoznak odaadással és figyelemmel az animátorok. Igyekszünk az isteni értékeket, a bibliai értékeket továbbadni a gyermekeknek itt minden nap, hogy hogyan tudjuk ezt úgymond a javunkra fordítani, hogy egy kicsit a mai gyermek is megértse ezt, tudja fölhasználni, és hogy rámutatni ezekre a belső értékekre, hogy valóban ami az embert emberré teszi. Minden alkalommal így az idén is egy választott témaköré gyűjtik a gyerekeket. Az idei tábor témája hűha, ami ugye játék a szavakkal tulajdonképpen, mert hogyha arra gondolunk, hogy 20. alkalom már ez, ahogy a gyermekek jönnek nyaranta gyülekezeti táborba, akkor azt mondjuk, hogy ez tényleg hűha, hogy ezt már megérhettük, de tulajdonképpen külön van írva, ami Isten hűségére utal, hűha, figyelünk rá. Dániel történetét vesszük a Bibliából, és Dániel hűsége az, amely a számunkra is példaképpen áll elől. A tábor vasárnap ünnepi istentisztelettel, valamint a tábor résztvevőinek alkalmi műsorával és kiállítással zárul.